A kormány az elmúlt 10-11 évben közös erővel újra egyesítette a magyar nemzetet, ennek eredményeként magyarnak lenni hátrány helyett egyre inkább előnyt jelent mindenhol a Kárpát-medencében, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Sátor Alja-Újhelyen a Kárpát-medencei Nyári Szabad Egyetem nevű rendezvényen. Potápi Árpád János kiemelte, akkor lehetnek erősek a Kárpát-medencei magyar közösségek, ha Magyarország gazdaságilag, morálisan és politikailag is erős. Bár az nem vált lehetségessé, hogy Tusnádfürdőn egy több ezer vagy több tízezer résztvevővel meg tudjunk szervezni egy nemzetpolitikai tábort, az viszont lehetségessé vált, hogy ebben a táborban kisebb résztvevői létszámmal, de minden magyar közösség, minden magyar nemzeti közösség a Kárpát-medencéből képviseltesse magát. Volt miről beszélgetni, akár az elmúlt egy-másfél esztendőről, illetve az előttünk álló feladatokról, amelyek majd jellemzik a közös történetünket a következő egy-másfél évben. Minden nehézség ellenére én azt gondolom, hogy mi magyarok sohasem voltunk annyira egységesek és annyira erősek, mint az elmúlt 10-11 évben, az elmúlt 100 évre, hogyha visszatekintek. Úgyhogy ne legyünk kisítőek, bízzunk önmagunkban, bízzunk ezekben a közös eredményekben, és bátran tekintsünk a jövő elé. A miniszterelnökség államtitkára az elmúlt évek támogatás politikájáról szólva hangsúlyozta, az egész Kárpát-medencében szinte nincs olyan magyar lakta település, amely valamilyen támogatást ne kapott volna. Ezt a támogatást az összes jelenlévő pártelnök megköszönte. Forró Krisztián, a Magyar Közösség pártjának elnöke beszámolójában hangsúlyozta, az utóbbi időben hiába kérték a szlovák kormánytól a kisebbségek helyzetének javítását, ez annak ellenére sem történt meg, hogy lett volna lehetőség rá. Példaként említette, hogy továbbra sem biztosított a szlovák-magyar kettős állampolgársága felvidéki magyar közösség számára. A legnagyobb baj forrása pedig az, hogy nincs magyar képviselet a szlovák törvényhozásban. Nincs magyar csoportos képviselet a szlovák parlamentben, ennek a hatását egyre inkább érezzük. Voltak gesztusok, voltak ígéretek az kormány részéről, sajnos azt kell, hogy tapasztaljuk, hogy másfél év után sem lett ezekből az ígéretekből, illetve ezekből a gesztusokból kézzelfogható eredmény, ami előre vinné a közösségünket. Így azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban nincs más lehetőség, és nincs más kiút ebből a helyzetből, csak az, hogyha egységes és erős képviselete lesz a felvidéki magyar közösségnek, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, természetesen egyesülniük kell a politikai pártoknak is, amelyek a felvidéki magyarságot szeretnék képviselni. Ezen dolgozunk most. Én bízom benne, hogy minden résztvevő fél érzi ennek a felelősségnek a súlyát, és ennek tükrében fog, illetve ennek ezzel összhangban fog cselekedni. Bízom benne, hogy ez hetek kérdése, hogy a szövetség valóban egy új pártként, egy egységes pártként képviselni tudja majd a felvidéki magyarságot. A Sátor Alja-Újhelyi felújított Rákóczi táborban a nyár folyamán mintegy 5000 diák és pedagógus fordul meg. Igazából ennek a komplexumnak az első üteme készült el. Ez azt jelenti, hogy az 500 fő befogadására alkalmas vendégházak, szálloda, étterem, konferenciaterem, és sikerült egy 3 hektáros területtel bővíteni a meglévő 5 hektárt, és a tábor előtti Lankáshegy oldalon egy sportkomplexum épül, ami azt jelenti, hogy jövő év márciusára ez elkészül, és reméljük, hogy jövő nyáron már egy nagy 500 fő befogadására alkalmas sportcsarnok, uszoda, sportpályák, szabadtéri színpad egy nagy lelátóval fogadja majd az ideérkezőket, és így válik egészé és komplexé mindaz, ami a nemzetpolitikát szolgálja. Hétről hétre közel 500-an vannak a különböző tematikus táborokban. Ezen a héten felvidéki fiataloké a tábor, akik elsősorban a perem, illetve a szórvány területekről érkeztek az észak-kelet-magyarországi kultikus helyre.